Az év utolsó klubfoglalkozásán zenés karácsonyi műsorral készültek a Dobó Katica nyugdíjas szervezet tagjai, a hagyományőrző népdalkör pedig betlehemi játékot adott elő. Kósa László elnök szerint nagyon fontos, hogy megemlékezzenek az ünnepekről, amelyekben a vallás is kiemelt szerepet kap. Mindenféleképp fontos, hogy az egész éves programunk, ami ugye két hetenként van, az év végén sor kerítsünk erre is, hogy egymásra is figyeljünk, egy kicsit a szeretetre felhívjuk a figyelmet. Azon kívül pedig hát hívő katolikusok, reformátusok vannak tagjaink között, és ezt mindenféleképp igénylik, kérik. Az ő javaslatukra iktatjuk be mindig az év utolsó foglalkozásaként a vallási jellegű klubfoglalkozást. Szabó József Béla esperes az ünnep vallási vonatkozásairól tartott előadást, valamint a karácsony valódi üzenetét közvetítette a jelenlévők felé. A nyugdíjas szervezet 2019-ben már klubfoglalkozást nem tervez, viszont szilveszteri összejövetelre készül, ahol együtt búcsúztatják az új évet.